A nemzeti ünnep alkalmából Patik Ferenc önkormányzati képviselő és Szabó Tibor a Fehérvár megyei közgyűlés alelnöke helyezett el koszorút az 56-osok terén. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum udvarán Békési Ferencné és Patik Ferenc önkormányzati képviselők, valamint Vilmek Tibor a Fehérvár megyei közgyűlés alelnöke és a Széchenyi István Műszaki Technikum képviselői rótták le kegyeletüket a forradalom hősei előtt. Kesszei István emléktáblájánál Lerner Zsolt alpolgármester és Szabó Tibor alelnök tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A Hotel Magyar Király 56-os emléktáblájánál Róth Péter alpolgármester, Molnár Krisztián a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke és a Ciszterci Szent István gimnázium képviselői koszorúztak.